debreceni SC Pécsi Mihály építőipari technikumának épülete nemrég teljes külső felújításon esett át. Ennek a munkálatait Gajdos Csaba építészmérnök tanár úr tervezte. Milyen órán vagyunk most, Csaba? Számítógépes műszaki rajzórán vagyunk. Itt a diákok megtanulják, hogyan lehet egy épületet háromdimenzióban virtuálisan fölépíteni, és utána hogyan lehet belőle kétdimenziós műszaki tervet készíteni. Sokan úgy gondolják, hogy az épületgépészet egy fiús szakma, ám a benne rejlő lehetőségek egyre több lányt is elcsábítanak. Egy német kazángyártó cég támogatásával jött létre ez a különleges szaktanterem, ahol a jövő épületgépészei a legmodernebb eszközökön gyakorolhatnak. Így igaz, ez egy modern működő fűtéstechnikai rendszer, megtalálható benne a kondenzációs kazán, a szolárrendszer, időjárásfüggő szabályzó, melynek számítógépes modellezését, illetve a hozzátartozó számításait végzik a diákok. A pécsi széles képzési kínálatában akár faipari technikusnak is tanulhattok. Én most itt állok egy lézergravírozó gép előtt, és egy régi nagy vágyom fog teljesülni. Megnyomhatom a piros gombot. Ezzel még mindig nincs vége a pécsi géppark arzenájának, hiszen legutóbb 3 szimulátort sikerült beszerezniük. 2004 óta van kapcsolatunk egy németországi építőipari gyakorlati képzőközponttal. Évente 15 diákunk vesz ott részt németországi 3 hetes szakmai gyakorlaton. Ott láttuk meg a szimulátorokat, ekkor döntöttünk arról, hogy szeretnénk mi is ilyeneket beszerezni. Az idén sikerült. Van egy hegesztő, egy földmunkagép és egy targonca szimulátorunk. Tehát ne felejtjétek, magas vagy mély építészet, épületgépészet vagy faipar, a Pécsiben mind megtaláljátok. Készült Magyarország kormánya megbízásából, az Európai Unió támogatásával.